Rádió 1. Újra töltve. Változatossággal. Rádió 1. Kukori Rádió 1, jó reggelt kívánunk. 4:10 van, június 11-e van, itt van velünk ma reggel is. Happy Endre! És a Hasányi Levente újabb közlekedés sűnírja. M5-ös 81-es kavicsnál baleset. Szeged felé leállósávon lehet haladni. 3 kilométer stau. Köszöntük szépen. Igen, ha valami hír van még az utakról, küldjetek SMS számunkra, a mai nőink segítenek, Kata és Viki. Mi SMS számunk? 0620-333-8800. Szemi azt kérdezi, Kata, a hajad milyen színű, és ne hagyd magad, harcoljá. Jaj, de cuki vagy, de van egy ell a végén, padlizsán. Színű a hajam. Elvileg igen. Azt mondja, Viki, ez? Igen, de mindenhol máshogy adja ki, úgyhogy Jézus, kikérem magamnak a padlizsánok nevében. De most komolyan. Nézzem az SMS-eket, Robi azt írja, Katát tartsátok meg, kellemes búgó hangja van, és jó nyomja a műsort, királyok vagytok. Jaj, de drága vagy. Srácok, ne keresetek tovább, mindkét hölgyet tartsátok meg, magasra tették a lécet, késsókolom a hölgyeknek, trükkös Béla bá. Köszönjük Béla bá, komolyan, nagyon pam, 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 a kávéfőzést hagyjátok a pultosokra, ne hagyd magad, kis kakas. Lassan véget ér a reggelünk. Ma reggel kettő, azaz kettő darab hallgató, nagyon bátor hallgató hölgy. Széles mosolyú, csillogó tekintetű, vidám, élénk, szókimondó, őszintének tartató hallgató hölgy próbálkozott Anita helyére bejutni. Az egyik hölgyük volt Kata. Sziasztok! Kata drága, egy záró gondolat így a vége felé. Nagyon szomorú vagyok, hogy vége van. Jó, nem helyezkedős, nyalizós, hanem záró. Ez nem helyezkedős és nyalizós volt, csak elmondtam, amit érzek. És igen. Meg amit, tehát ezt még a... Igen? Aha. A műsor előtt is mondtam, hogy azért ez egy... Akkor mondjuk kikérted ezt a szót, de akkor is nemes lelkű volt ez a lehetőség, hogy... Tehát tök aranyos volt, hogy nekünk egyszerű hallgatóknak is... megadtátok a lehetőséget, hogy bekerüljünk ide. Vagy bekerülhessünk ide. Most nyalizik? Nem, szeretném megköszönni. Nem szoktam nyalizni soha, nem is tennék ilyet soha, egyszerűen ez azt jelentette volna. Oké, magyarra fordítom, köszönöm szépen. Jó. Jó, rendben van, köszöntük. Viki, záró gondolat gyanánt? Én nagyon szépen köszönöm. De ő is. Hallgatóknak a sok SMS-t. Azt, hogy bátorítottak minket, őszinte véleményeket is kaptunk, abból is jutott, ezt különösen, és borzasztóan jól éreztem magamat veletek. Ennyi. Szeretnék visszajönni. Na, ez volt az önkampányolás. Na, igen. Levi, te hogy érezted magad? Nagyon záró gondolat. Én nagyon köszönöm, hogy... hogy elkezdődik ma a foci VB. Örülök a lányoknak is. Tulajdonképpen nagyon jók voltak, és és hozzá unott arcot vág. Sírok, te ezt Tibi van, de hát sírok. Ez elég gyengén. És hogy, nem ha nagyon sírnék, nem tudnék beszélni. Na, ne vágj bele dramaturgiailag, hanem figyelj, engem nem érzik a hallgatók. Szóval nagyon jó volt a lányok, és hogy hozzá is szóltak, főleg a fűnyíráshoz, meg a szomszédokhoz. Ez volt a tetszett. Téma. Az, igen, és hogy Kata látta az orosz tanárját, szóval igen, megkukkoltam. Jó volt, jól éreztem magam. Igen, köszönöm. Drága jó hallgatóink, kemény menet lesz ez. Én is jól éreztem magam, köszönöm. Drága jó hallgatóink, kemény menet lesz ez, jó? Az biztos, hogy hétfőn nem hallgató hölgyel találkozunk, hanem érkezik hozzánk egy ismertebb, híresebb hölgy, az ő neve Dombovári Vanda. Hölgyeim, Vandáról vélemény? Valamit? Nagyon csípem, abszolút egy aktív hölgy. Nem normális, azt tudjuk. Jó értelemben mondom. Persze, igen. Kata? Nekem nagyon szimpatikus. Jó, hát most mit mondjak? Ilyen mondat nincs a rádióban. Jó, szóval hétfőn találkozunk Dombovári Vandával. Tényleg, drága hallgatóink, köszönjük szépen a türelmet és a segítséget. Meg a lehetőséget. Jó, a lányok pedig a jellemző lehetőséget. Köszi mindent, sziasztok. Mi is, hogy itt voltatok, sziasztok. Köszönjük egész heti, sziasztok Happy Endrének, Harsányi Leventének, Maxim Leventének, Rátkai Tamásnak. És persze Kis Robinak, aki megállás nélkül az arcomba tolja a kamerát. És a Misinek, jól csinálja. A Misinek. Misinek is köszönjük, igen. Rádió 1. Újra töltve. Változatossággal. Rádió 1.